édesanyám annak idején elhozott az operaházba, és a Diótörőt megnézhettük. Ez nekem egy olyan meghatározó pontja volt az életemnek, amikor eldöntöttem, hogy én ezt szeretném csinálni, és ezért lettem balettáncos. Solymosi Tamás a Magyar Nemzeti Balett igazgatója Diótörő herceg szerepében egykor bejárta a világot, most pedig ő az egyik koreográfusa az Operaház új Diótörő előadásának, melynek zongorás próbáján jártunk. Én úgy számoltam, hogy talán 8 különböző verziót táncoltam 2 tucat országban. És természetesen ez nagyon fontos is, mert arra is ad alkalmat, hogy összegyűjtse belőle az ember azokat a pontokat, amik fantasztikusak voltak. És valójában ezeket a szépségeket próbáljuk Wayne Eglinggel belecsempészni ebbe az új magyar verzióba.